Sziasztok! Mai mankalandozásunk Zánkára hozott bennünket. Egy olyan helyszínt fogunk a Mankával meglátogatni, ahol a kutyabarát szállás mellett a kutyabarát étkezés is nagy hangsúllyal bír. A hely neve Fészek Étel és Hotel, mindössze 2 éve nyitotta meg a kapuit, így kevesen tudják, hogy egy kutyabarát gyöngyszem van itt a Balaton északi partján. Köszönöm, hogy eljöttetek. Ez lesz most a második évünk, tehát elég friss étterem és hotel vagyunk itt Zánkán a parton. Igazság szerint nagyon szerencsések vagyunk, hisz a lokáció szinte tökéletes, 20 méterre vagyunk a Balatontól. A hotelt idén felújítottuk, kifejezetten jó minőségű alapanyagokat használtunk, amit majd meg is fogok mutatni. Mind dizájnban, mind funkcióban arra törekedtünk, hogy azok, akik ideérkeznek hozzánk, otthon érezzék magukat. Tudjuk, hogy ez kutyával általában egy picit nehezebb. Kicsik a szobáink, de mindenkinek jut hely. Ezzel a felkiáltással döntöttük úgy, hogy mindenképp szeretnénk azt, hogy egy teljes kutyabarát helyi javaslájunk idéntől hivatalosan is. Ennek keretében nálunk a kutyusok díjmentesen szállnak meg, és hát ugye az étlapra is külön hangsúlyt fektettünk, hogy számukra is elérhető legyen egy jó vacsora vagy egy ebéd itt mi nálunk. Az is nagyon-nagyon kedves és nagyon jó szempont, hogy a Manka bárhol szabadon lehet a hotelben. Ez nagyon kényelmes nekem is, hogy nem kell folyton ugye pórázzal rángatni ide-oda, hanem nyugodtan jöhet-mehet. Úgy van kialakítva a hátsó kert helységünk, hogy szabadon mozoghatnak. Soha nem volt belőle probléma a vendégtől sem, illetve soha nem volt semmilyen megjegyzés arra, hogy miért vannak a kutyák itt, vagy okozná esetleg problémát. Mi szeretettel látjuk őket, és hát ugye a Balatonparton vagyunk, tehát az, aki kutyával jön ide, annak nagyon fontos az, hogy ugyanolyan bánásmódot kapjon, mint bármelyik családtag. Mi erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. A szobák mellett, ami nagyon izgatja a mi fantáziánkat, az a kutyabarát étlap. Nagy kutyások vagyunk, de még nem jártam olyan helyen itthon, ahol én kutyabarát étlapot láttam volna. Milyen indítatásból, miért lett kutyabarát az étlap? Amikor idén megnyitottuk a szezont, és megtörtént az árazás, úgy döntöttünk, hogy a kutyák számára nem fogunk semmilyen extra díjat felszámolni a szobákban, és pont azon gondolkoztunk, hogy hogyan tehetnénk még ezt egy teljes körű élményé. Ugye hát nálunk a hotel és étel vonalon mozgunk, ezért döntöttünk úgy, hogy az étlapot is egy picit kalibráljuk a kutyáknak is. Akkor 3 étel van, ha jól értem. Mi ez a 3, amiből választhatunk Mankával? Kis kedvencek kedvence, ez egy nagyon magyarázós név, igazság szerint ugye azokra gondoltunk, akik kicsit ölben, kicsit táskában, kicsit méretben is ehhez a névhez kapcsolódnak. A balatoni csóválós ő lenne Manka. Igen, tehát abszolút, azt úgy gondolom, hogy a nevet azt teljesen rá is választottuk, csóvár is, balatonos is, imádja. Alig bírjuk visszatartani, hogy ne menjen fürdeni, illetve a zánkai négylábas az egy picit termettebb kategóriára, igen. Mankával ettünk egy finom ebédet, most lejöttünk a körülbelül 100 méterre található kutyastrandra, lehűtjük magunkat, aztán indulunk tovább. Ha a szállodával kapcsolatban bármilyen kérdésetek, kommentetek van, írjátok meg nekünk. Mankával utána járunk. A Zánkai Fészek Étel és Hotelt a kutyabarát.hu ajánlásával látogattuk meg.